Rögtönítélő bíróságnak tartja a Fidesz azt a testületet, amely a jövőben a tagállamok jogállamiságát hivatott felülvizsgálni az Európai Unióban. Hídvégi Balázs szerint Brüsszel és a soros szervezetek ezzel is a tagállamok függetlenségét korlátoznák, miközben nyomást gyakorolnának a bevándorlásra nemet mondó országokra. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nincs kétség, Magyarország lenne az egyik első célpont. Mint ismert, jogállami feltételekhez köthetik az uniós kifizetéseket, miután az Európai Parlament 70%-os többséggel megszavazta a javaslatot. Az Európai Parlament ráadásul 1,8 milliárd euró elkülönítését javasolja a demokratikus értékeket védő civil szervezetek támogatására. Mi van abban? Tehát Hídvégi Balázs a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én azt ígértem a nézőinknek, hogy megpróbálok megértetni velük is, illetve önmagam számára is megérthetővé tenni, hogy mi a pontos kapcsolat. Ugye most, ami zajlik, és amiről napok óta vita van, az az, hogy egy előterjesztés szerint megvonhatnák egy tagállamtól az uniós költségvetéseknek egy részét, hogyha a jogállamisági kritériumoknak nem felel meg. Itt ezek a kritériumok azok, hogyha nem működik rendesen az ügyészség, a bíróság, az uniós pénzek elköltésének felügyeleténél. Ehhez képest azt mondja, hogy ez a soros szervezetek durva korlátozása, Szijjártó Péter pedig azt mondja, hogy a megbukott bevándorlási politikát akarják visszahozni. A kettő között mi a kapcsolat? Egyértelmű a kapcsolat, hogyha megnézzük az Európai Parlamentnek az elmúlt időszakban folytatott tevékenységet, az ottani döntéseket, különös tekintettel a Sargentini jelentésre, ami jól összefoglalja azt, hogy miről is beszélünk, akkor azt látjuk, hogy az a befolyás, ami a migrációpárti politikát igyekszik Európában kötelezővé tenni, annak az egyik legélesebb helyszíne az pont az Európai Parlament. Itt arról van szó, hogy egy szélsőliberális baloldali értelmezését akarják, a demokráciának meg a jogállamnak az értelmezését akarják elfogadtatni, és azt állítják elő, hogy ez lenne a mindenki számára kötelező és követendő út, holott, amiről valójában szó van, az egy ideológiának az erőltetése, miért nemet mondunk, és meggyőződésünk szerint az európai emberek többsége is nemet mond. Értem, hogy általában véve valóban igaza van, létező vita ez az Európai Unióban, hogy a bevándorlással mi legyen, Magyarország ebben teljesen más álláspontot képvisel, de mennyire van értelme mindenre ezt a választ adni, hogy mert Soros György, mert bevándorlás, mikor önök is pontosan tudják, hogy itt a pénzek megvonása kapcsán taxatíve felsorolják, hogy milyen esetekben lehet megvonni pénzeket, és egyetlen szó nincs a bevándorlásról, és ezt ön is tudja. Hát nézze, taxatíve mindenfélét felsorolnak a Sargentini jelentésben is, csak ugye azok a szereplők mondják ezt, azok a hangadók, akik például Soros Györgyel rendszeresen találkoznak, ha havonta elmegy egy ilyen idős ember, és lobbizik a saját érdekében, hogyha egy egész szervezetet, egy hálózatot hoz létre, ez dollármilliókkal támogatja, és ezek a lobbisták heti szinten bejárnak az Európai Bizottság vezetőjéhez, az Európai Parlamentben ezekhez a bevándorláspárti döntően balliberális képviselőkhöz, akkor ez egy rendszert mutat meg. És ennek a jeleit látjuk korábban is. Itt még egyszer mondom, a helyzet az úgy áll, hogy ők jogállamiságra hivatkoznak, de valójában azért támadják Magyarországot, azért támadják Lengyelországot, és támadnak más országokat vagy más politikusokat, mert azok szembe mernek szállni azzal az erőltetett ideológiával, amit ők egész Európában kötelezővé akarnak. Hogy mit írnak le? Tehát ön szerint annak semmilyen egyáltalán súlya mindegy, hogy mit nincsen, írnak, de, hogy nem van hogy súlya. Leírnak valamit, abban nem szerepel a bevándorlás, de ön szerint mégis azért az van mögötte. Hát nézze, muszáj a dolgok mögé látni, tehát sok mindent lehet állítani, és nem véletlenül hoztam szóba a Sargentini jelentést, ugye felsoroltak ott olyan ügyeket. Igen, most nem arról van szó. De ugyanarról a kezdeményezésről, ugyanarról a megközelítésről van szó, ezért hozom példának. Ott is felsorolnak például egy csomó dolgot, amelynek egy része nem uniós hatáskör, egy másik részével lezártuk a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, és ezek kompromisszummal lezárultak. Egy harmadik ügyben pedig folyamatban voltak viták, vagy hazugságokat tartalmazott. Tehát itt látni kell, hogy mivel közeledik egy nagyon fontos választás, talán a legfontosabb választás az Európai Parlament történetében, ezt 79 óta választják közvetlenül, és most 2019-ben lesz szerintem először egy olyan összeurópai tét, egy valós kérdés a napirenden, amiről az európai emberek véleményt mondhatnak. Ez pedig a bevándorlásról is szól, meg Európa jövőjéről, Európa lelkéről, hogy milyen uniót akarunk, és itt nagyon élesen elválnak az álláspontok. Mi úgy ítéljük meg, hogy ezek a támadások, ezek a döntések, amit ez egyébként meglehetősen bevándorlás párti jelenlegi EP
többség, európai parlamenti többség elfogad. Ezek ennek a kampánynak a részei már. Ezért értelmezzük így, hiszen muszáj a dolgokat értelmezni valahogy, nem önmagukban függetlenül a valóságtól történnek ezek. Folyamatosan bevándorlás párti erőkről beszélnek, illetve megint, hogy induljak ki az ön szavaiból. Egy testület dönt majd erről, hogy megvannak-e egy országtól uniós pénzeket, és igazából ön azt mondja, hogy ez a független szakértői testületnek nevezett testület, ez egy rögtönítélő bíróság, és ugye itt is megemlítette ismét Soros Györgynek a nevét. Igen, akkor, hagyd kérdezzek valamit. Tehát akkor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ebbe a testületbe az a személy, az a szakértő, akit majd Magyarország delegál, erre a döntésre Soros Györgynek hatása lesz, hogy Magyarország kit fog delegálni? Soros Györgynek a folyamatok összességére van hatása, és látjuk például azt, hogy azoknak az úgynevezett civil szervezeteknek, amelyek valójában igazából politikai aktorokként, politikai szervezetekként működnek, és amelyeket ő vagy az alapítványai finanszíroznak, és ilyen értelemben egy követ fújnak, mert mindegyik ezt a fajta liberális, multikulturalizmusra épülő és bevándorlást erőltető politikát akarja átvinni Európába, és ezért dolgoznak. Ezeknek a képviselőit beültetnék ebbe a testetbe. Csak egy konkrét példa maradva, és olyan nézők is értsék. Minden tagország kormánya maga dönt arról, hogy ebbe a testületbe kit delegál. De Magyarország döntését, gondolom, csak, ha a magyar kormány döntése... Nem csak kormányok delegálnak embereket, hanem civil szervezetek is. Ezek a civil szervezetek egytől egyig gyakorlatilag a bevándorlás pártján állnak. Ez Nem, a tagországok kormánya delegálhat szakértőket. Magyarország, gondolom, a magyar kormány maga fogja eldönteni, hogy ki delegál. A magyar kormány nyilván maga fog ebben dönteni. És akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon ezt a döntést Soros György nem befolyásolja, de az összes többi uniós tagország döntését viszont befolyásolja és irányítja Soros György. A javaslatban az szerepel, hogy olyan NGO-kat, úgynevezett nem kormányzati szervezeteket kell bevonni például ebbe a jogállamiság vizsgálatba, illetve az ő támogatásokat megemelni több százmillió euróval, amelyek az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelműen egy bevándorláspárti, multikultúrás Európát akarnak támogatni, és ezért dolgoznak. Mi ezzel szembe megyünk, mert ez nem demokratikus, és én nem szeretném, és nem hogyha nem azt, a levegőbe beszélnénk, és az a baj, hogy összemosunk dolgokat az uniós költségvetési pénzek csökkentések kapcsán a tagországok kormányai delegálnak embereket. Ezt nem értem, hogy ezt hogyan befolyásolja Soros György. Közben egy olyan javaslat is az asztalon van, amely döntési és döntés befolyásoló helyzetbe hozna olyan szervezeteket, amelyeket senki nem választott meg. Az egy másik javaslat, a civil szervezetek támogatása, nem lehet a kettőt összemosni. A kettő összefügg, mert úgy akarják a pénzeket például csökkenteni bizonyos tagállamok esetében, nekünk járó pénzeket, hogy ezt egy olyan jogállamiság definícióhoz, meg értékeléshez kötik, ahol döntő többségében ezek a szervezetek és ilyen politikai elveket vallók ülnének. Ez nem demokratikus. Az európai emberek nem döntöttek erről. Ezt egy brüsszeli bürokrácia és a jelenleg kifutóban lévő európai parlament akarja. És azt mondom, hogy a magyar kormány összetételéről, és egyébként erre önök hivatkoznak mindig teljesen jogosan, hogy azt, hogy a magyar kormány az milyen színű kormány, és hogy kikből áll, a magyar emberek döntöttek róla. Ha a magyar kormány küldhet delegáltat ebbe a szervezetbe, akkor én nem látom Soros Györgynek a szerepét. De ha már Soros György ugye megkerülhetetlen, és nagyon jól tudtuk, hogy ez ő neve többször el fog hangozni. Rettentően kíváncsi lennék arra, hogy múlt hét óta nem kellemetlenebb önöknek Soros György nevét emlegetni, onnantól kezdve, hogy George Birnbaum adott egy hosszas interjút, hogy Finkelsteinnek a munkatársa, és ebben egészen konkrétan feketén-fehéren leírta azt, hogy hogyan javasolták önöknek azt, hogy csináljanak, rájönnek egy tökéletes ellenségképet, és hagy idézzek ebből az interjúból, azt mondja Birnbaum, ő lett Soros György, a Magyarországot támadó és közben a háttérhatalmat irányító tökéletes ellenség annyira nyilvánvaló volt. Ez volt az összes termékünk közül a legegyszerűbb, csak be kellett csomagolni és piacra dobni. Ezen szavak után ugyanolyan elánnal tudják mondani, hogy Soros György minden egyes sajtótájékoztatón? Hadd kérdezzek vissza, az, hogy a Financial Times című napilap, amely egy mérvadó liberális napilap, az egész világon idézik és odafigyelnek rá. Ez a napilap Soros Györgyt az év emberévé választotta az elmúlt évre, és azt írta a méltatásban, hogy többek között azért teszi ezt, mert ő az egyetlen olyan ember, akinek saját külpolitikája van, és aztán hosszasan kifejtik azt, hogy hogyan lépett fel és lép fel a saját céljai érdekében, hogyan hozott létre egy hálózatot, hogyan támogatja ezt dollármilliárdokkal egyébként, a legutóbbi évben 18 milliárd dollárt utalt át
Most nem a kérdésemre válaszol. De pontosan arra válaszolok, mert ugye az a helyzet, hogy Soros György saját magát tette főszereplővé világpolitikai vitákban, elsősorban a bevándorlás kérdésében, nem csak Magyarország, vagy a magyar kormány áll vele vitában, hanem számos más helyen állandóan szó van róla. Nem volt neki arra szüksége, hogy akár a Fidesz, akár egy magát valamilyen módon önreklámozó tanácsadó vagy konzultáns találja őt ki. Ő saját magát tette főszereplővé, és teljesen világos, hogy miért beszélünk róla. Azért, mert közpolitikákat és nemzetek és Európa jövőjét meghatározó ügyeket akar befolyásolni, befolyásol is egyébként nagyon tehetségesen. Fényhessen munkatársa konkrétan arról beszél, hogy egy nagyon jól kitalált, tökéletesen kitalált ellenségkép, és innentől kezdve politikai termék. Ez komolytalan dolog. Hogy Finkelstein és kollégája javasolta volna a kormánynak, hogy alkossák meg ezt az ellenségképet. Ez nyilvánvalóan komolytalan, amit elhangzott. Nem tudom, hogy miért mondta ez a tanácsadó, amit mondott, de az, hogy ezt ők találták volna ki, vagy bárki kitalálta volna, és ennek nem lenne valóságlapja, azt a tények sorozata cáfolja, és nem csak mi mondom, hanem például a Financial Times, például az izraeli kormány, a brit kormány, a csomó balkáni kormány, vagy akár Amerika, az Amerika Egyesült Államok, ahol nagyon komoly vita van az ő szerepéről. Ilyen kampánynak kellene zajlani a Soros György ellen, de nem folyik. Nagyon sok helyen folyik. Mások nem ismertek fel, csak mi? Nagyon sok helyen folyik vele közpolitikai vita, az Egyesült Államoktól kezdve, Izraelen át nagyon sok. De ilyen kampányt máshol nem látunk. Csak mi ismertük fel, hogy ennyire beszél? Dehogy is nem. Hát, hogyha egy Stop Soros vagy SOS rövidítésű mozgalom alakult például Macedóniában, a Balkánon. Ha az Amerikai Egyesült Államokban egészen komoly televíziós műsorok és egyéb politikai viták zajlanak részben az ő szerepéről, akkor ez mit bizonyít, hogyha nem azt, hogy önmaga jogán egy nagyon fontos szerep. Jó, továbbra is az európai parlamenti választásig ez lesz a fő vonal, amit a Fidesz képvisel, hogy Soros György az elsődleges ellenség. Maradunk ennél. Nem Soros az elsődleges ellenség, de ő nagyon sok mindent megtestesít, és nagyon sok mindent befolyásolni igyekszik. A fő kérdés az az, hogy milyen lesz az az új európai vezetés, európai parlament, európai bizottság és európai politika, ami meghatározza azt, hogy merre megy az Európai Unió. Szerintünk az az irány, amit ők most erőltetnek Brüsszelben, rossz, nem bírja az emberek többségének a támogatását, se Magyarországon, nem sem egész Európában, és szükséges a változás, meg kell állítani ezt a rossz politikát, mi ezért dolgozunk. Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm a meghívást.